Az iszlám állam korán sem lett megsemmisítve, csak meggyengítve, és más terrorszervezetek sejtjei is ébredeznek az orosz-ukrán háború, illetve az izraeli-palesztin konfliktus árnyékában. Itt sajnos nem a hétfőn történt brüsszeli támadás volt az utolsó, véli a Jobbik rendvédelmi szakpolitikusa. Sass Zoltán azt szeretné, ha a határvédők visszalőhetnének, ha rájuk lőnek a déli határon. Erről is szól ez tehát a következő percekben. Tita Nilla folytatja vendégével. Így van, nagyon érdekes és fontos témával megyünk tovább. Sass Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság Jobbikos elnöke. Most a vendégünk, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szerdán volt egy bizottsági ülés, az ön elnökletével lehetett tudni, hogy milyen témák voltak napirenden. Igen, szerdai napon több téma mellett megtárgyaltuk az izraeli-gázai konfliktust, illetve tárgyaltunk az Európába bekövetkezett terrorcselekményekkel kapcsolatban is. Mi hangzott el? Tudom, hogy ebből sok minden nem kerülhet nyilvánosságra, de mi az, amit lehet tudni? Hát az, ami talán a legfontosabb, hogy jó lenne azt mondanunk, hogy nagyon megnyugtató a helyzet, és hogy a béke irányába tart a világ, de a helyzet az ennél sokkal szomorúbb, nem ez a helyzet. Inkább azt lehet elmondani, hogy rendkívül sok biztonsági kockázattól terhelt időszak előtt állunk. Különösen az Európai Unió területén lévő illegálisan bejutott migránsokhoz kapcsolódó terrorcselekmények miatt aggódom. Különösen azért, mert gyakorlatilag a legvisszafogottabb szakértők is azt mondják, hogy a beérkezett embereknek a 3-5%-a az, aki radikalizálódhatott már. Ennél vannak sokkal rosszabb számok is, van, aki már 20%-ról beszél. De gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy 1 millió emberre ezt levetítjük, akkor az 30-50 ezer ember, vagy esetleg még több. Ez a kérdés olyan kihívások elé állítja, nem csak a hazai, hanem a Európai Uniós tagállamok titkosszolgálatait, amit nagyon nehéz megmondani, hogy fogják megoldani, hiszen egyszerűen nincs ennyi titkosszolgálati munkatárs, aki ezt a kérdést tudná kezelni. És láthatjuk azt is, hogy például Brüsszelben az utolsó terrortámadásnál, ahogy a két svéd állampolgár az életét vesztette, ott a Tunéziából Olaszországon át illegálisan bejutó úriember, hívjuk így, ő gyakorlatilag ki van utasítva az Európai Unióból, de tekintettel arra, ami egy óriási biztonsági kockázat lesz, és a jövőben erre megoldást kell találni, hogy a schengeni határok átjárhatósága miatt szabadon mozog ő is az Európai Unió területén belül, ezért a hatóságok nem találják meg, nem tudják végrehajtani a kiutasítást, ő pedig elkövet egy ilyen szörnyű tettet. Ezzel biztos, hogy a következőben még foglalkoznunk kell nekünk is Magyarországon, hiszen ne felejtsük el, hogy mondjuk egy Bécsből 2 óra alatt ide érkező vonat, schengeni határban, bárki felülhet rá egy kis táskával, és 3 óra múlva a magyar parlament előtt ülhet, vagy állhat. Ugye felismerült, hogy Magyarországon is esetleg emelni kellene a terrorkészültséget. Most a terrorellenes koordinációs bizottság ezt egyelőre nem tartotta szükségesnek. Erről volt-e szó a bizottsági ülésen, vagy foglaltak-e állást ebben az ügyben? Természetesen erről is beszéltünk. Jelen pillanatban ugye 3-as közepes fokozatú a besorolás. Ugye 2015 óta van egy jogszabály, ami ezt pontosan szabályozza, hogy mikor, milyen események bekövetkeztén kell ezt a, vagy lehet ezt a besorolást változtatni. A jelenlegi besorolás szerint, hogyha az Európai Unió tagállamaiba, vagy NATO tagállamba, vagy a szomszédos országokba bekövetkezett terrorcselekmény van, nem mondom az egész szöveget, de gyakorlatilag ez a 3-as fokozat. A következő fokozat az már az lenne, az a 2-es, amikor közvetlenül Magyarország vonatkozásában olyan érdemi, vagy részben érdemi információk keletkeznek, mely Magyarországot közvetlenül veszélyeztetni. Jelen pillanatban ilyen terrorcselekmény bekövetkeztét a hatóságok nem detektáltak, de azt is el kell azért mondani természetesen, hogy azért nagyon nehéz a helyzet, hiszen ugye láthattuk, hogy az Izrael, ahol a világ legjobb titkosszolgálatai vannak, ő se tudta detektálni azt, hogy milyen hihetetlen méretű támadás készül ellenük. Tehát a terroristák és a terrort elhárítók, ugyanúgy, mint a bűnüldözők és a bűnözők között, egy folyamatos ilyen macska-egér harc zajlik. Az egyik egy újabb módszert vett be, a másik pedig lehet, hogy egy kőkorszaki módszer ez folyamodik, például papírlapokon írják le, hogy mit kéne csinálni, amit nagyon nehéz ellenőrizni, és ezáltal a magyar hatóságok is rendkívül nagy kihívások előtt állnak, de talán a legveszélyesebb elkövetési forma az úgynevezett magányos elkövető, aki senkivel nem osztja meg a terveit, senkinek nem mondja el, hogy mit szeretne, és egyszerűen egy konyhakéssel, vagy bármi egyszerűen beszerezhető háztartási eszközzel követi el a terrorcselekményét.
mert szinte lehetetlen felderíteni, és ez nagyon nagy kihívás a TEK munkatársainak. Ön beszélt arról is korábban, és itt most visszautalnék arra, hogy az Európába érkezettek hány százaléka radikalizálódhatott, hogy az iszlám államot sem sikerült felszámolni, és hogy továbbra is vannak úgynevezett ilyen alvósejtek itt Európában, és itt az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán ez milyen hatással lehet ez a két folyamat egymásra? Ugye láttuk ezeket a tüntetéseket Európa nagyvárosaiban, Ausztráliában, Kanadában, Amerikában, ahol a Hamászt éltették. Így van, ez a folyamat az erősíti, tehát ezt a fajta terrorcselekmények iránti elkötelezettséget, vagy ezt a gondolatot erősíti, erősíteni is fogja a jövőben is. Ezek a tömegtüntetések, amiket láthattunk például Bécsbe vagy Berlinbe, erre azt kell mondjuk, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt Beirutba, gyakorlatilag Damaszkuszba, tehát ezek mindennaposak voltak ennek. Ennek nem volt különösebb hírértéke. A hírértéke az, hogy most az Európai Uniós kellős közepén is vannak ilyen tüntetések, ami eléggé szokatlan, és ez megint csak oda vezethető vissza, hogy gyakorlatilag ide lett importálva az Európai Unióba az a rengeteg konfliktus, az a rengeteg sérelem, ami a Közel-Keleten következett be. Ennek a levét sajnos mi is fogjuk inni, európai emberek, hiszen a biztonsági kérdések, a biztonsági kockázatok jelentősen növekedni fognak. Az ISIS-nek a megszüntetésével, amit úgy azt gondoltuk, hogy meg lett szüntetve, fel lett számolva, az egy jelentős tévedés volt, hiszen még vannak alvósejtjei, olyan nagyon helyesen mondta, illetőleg vannak más terrorszervezetek, akik betöltik ezt a helyet, amit ő felszabított. És itt meg kell említenünk azt is, hogy ezek az emberek, akik ezekkel a szervezetekkel összefüggésbe hozhatóak, ezek sajnálatos módon megjelentek a Magyarország déli határán. Az elmúlt időszakban már többször deklaráltuk, több helyen is mondtuk, hogy ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell, és látható, hogy mostanában, és egyébként pont a jövő héten készülök ismét lemenni a magyar határa, mert igyekszem ezeket a személyes tapasztalatszerzőket is elvégezni, és ott lehet a legjobban megtudni, mi történik, amikor a magyar határvadászok elmondják, hogy bizony-bizony szinte mindegyikük hasalt már, mert átlövöldöznek a határ másik oldaláról. Igen, ezzel kapcsolatban fel is vetette, hogy meg kellene adni a tűzparancsot, vagy az engedélyt arra, hogy visszalőjenek, nem tudom ennek a pontos szakifejezését, de hogy az a lényeg, hogy jogosultak legyenek arra, hogy visszalőjenek a határtédő egyenruhásain. Jelen pillanatban az a probléma, hogy a magyar rendőrségi törvény világosan és egyértelműen szabályozza, hogy mik azok az esetek, és milyen körülmények, és milyen arányosságra, milyen szabályok között lehet kényszerítő intézkedéseket alkalmazni. Csak hogy ezt az egész törvényt felírja az államhatár. A kerítés, mint egy láthatatlan fal húzódik, fizikai valójában ott van, de a másik oldalról, tehát az ország határon kívülről követik ezeket a cselekményeket, és döntő többségével a szervezett bűnözéshez százszálon köthető embercsempészbandák tagjai követik el, illetőleg most már felbukkantak olyan személyek, amelyre nem csak a magyar, hanem egyéb társszolgálatok is terrorszervezetekhez való kötődést detektálnak, és ezek az emberek bizony olyan erőszakos magatartást tanúsítanak, hogy azt kell, mondjuk, hogy a magyar határvédők minden egyes törekvés ellenére, és hozzá kell tenni, hogy ezúton is köszönet és tisztelet nekik, hiszen az életük kockáztatásával látják el a szolgálati feladataikat, de körülbelül már a határt erőszakosan áttörni igyekvőknek az egyharmada át is jut. Olyan tömegekbe és olyan szervezett módon szabadítják rá a magyar határvédőkre ezt az embertömeget. Ezekkel a kérdésekkel komolyan kell foglalkozni, és meg kell oldanunk például, hogy Szerbiával egy államközi megállapodással, hogy a határsáv mellett, vagy a határkerítés mellett legyen egy olyan sáv, ahol a rendőrök, ha rájuk lőnek, akkor igenis hagylóinek vissza jogszerűen. Elnök úr, köszönjük, hogy itt volt. Én köszönöm szépen.